Jó reggelt, sziasztok, akkor jöjjön egy munkanap. Úgy láttam a kommentekben, hogy azt szeretnétek, azt várjátok a legtöbben. Most keltem 4 óra 12 van, 3.55-kor szoktam kelni, illetve akkor rezeg a kezemen az óra, és bemegyek az autóba, irány a cég. Körülbelül 7-8 perc és ott vagyok. Nagyjából ilyen kertek alatt jövök dolgozni. Ami azt jelenti, hogy állatkerten keresztül nyulak, őzek, macskák, minden van. Úgyhogy nem árt odafigyelni, hogy az ember ne öljön meg senkit és semmit. Ugye azt, hogy milyen napom lesz, hogy hosszú, rövid, hány címem van, stb. Azt sose tudom így előre, illetve nagyon-nagyon ritkán, ha éppen benn van a főnök még délután, és olyan kedve van, akkor odahív, hogy megmutassa, hogy na, ilyen napod lesz holnap, de igazából tök mindegy, nem muszáj, hogy megmutassa, mert jövök, aztán reggel megtudom. Ma kedv van, úgyhogy ma a kedvencebb útvonalon megyünk, ahol több vezetés van, nagyon szép tájak vannak, és főleg ilyen gasztrókundék, szép magyar szóval ugye, tehát éttermes és egyéb ilyen vendéglátóhelyes ügyfelek. Meg is jöttem, az autóm az másik, majd lesz róla videó, ha érdekel titeket. Kolléga. Bírom, jó fej. Morgan. Cégnek a nagy parkolója, hát Ausztria egyik legnagyobb pékségéről beszélünk. A dolgozói parkoló. Úgyhogy is akkor az egyik kedves kollégával őt bírom nagyon. Ez az autója. Antik darab. Megyünk be a céghez. Ő a Teó kollégám, Spanyolországból. Ő vele, hát nem vele, de oda jár a kondizni, ahol ő, akit meséltem. Jó fej, nagyon bírom. Oké, jön a... Nem ért ugye magyarul, román származású, de nagyjából spanyolnak mondhatjuk. Jól beszél angolul, english, spanyol, spanish. És németül, de azt a legkevésbé jó. A Deutsch ist deine schwächere Sprache. Katastrophe. Schwieriger Sprache, oder? Sehr schwierige Sprache. Spanisch leichter? Spanisch nativ. Perfekt. Úgyhogy most megyünk az autókhoz, elfoglaljuk őket. Itt vagyok az autónál, pont megy a hűtés. Rá van csatlakoztatva kábelre, árammal megy. Azt szoktam, hogy a kulcson megnyomom ezt a lámpatesztet. És akkor megcsinálja nekem a lámpatesztet. Itt cserélem ki egy izzót majd. Ez a kicsi, ez kiment. A nagy az világít, de az a kicsi kiment, azt ki kell majd cserélnem, de nem most fogom. Meg elől is ugye megcsinálja a lámpatesztet. Utána, ha kétszer megnyomom a nyitógombot, akkor kinyitja a másik oldalt is. Na, benn vagyok az autóba, a következő, előveszem ugye a kesztyümet, az ilyen izékesztyű, hőálló, a hideg ellen ugye, fogdossuk ott benne a dolgokat, kell egy jó kesztyű, a kesztyümet kirakom, utána minden nem kell semmi, van két almám, tegnapról még, jó, ez a táskáz jöhet ide. Hát a mikrofon az katasztrofális, a tegnapi felvételen visszahallgattam, valóban katasztrófa, úgyhogy ma azért fogom használni a vezetékest, aztán már megrendeltem egy kicsit jobb mikrofon, meglátjuk, hogy ez be fog-e válni. Itt van a listánk, hogy hova megyünk ma, csak gyorsan elmondom, hogy van 22 címünk ma, megyek egy helyre, ahol még sose voltam, és 22 cím, 1,4 tonna áru, ez a lista. Benn felvettem a kulcsokat, mert van egy pár hely, ahova kell majd kulcs, hogy be tudjunk menni. Illetve nem biztos, hogy kell, de egyikhez biztos, többihez meg meglátjuk. 3 darab kulcsom van, ezt be szoktam ide rakni előre, ide a kilométer órához, hogy ne felejtsem el. Aztán a gépünk az... Be vagyok jelentkezve, már csak be kell szkennelnem az autót, amivel vagyok. Közben leállt a hűtő. Beszkenneltem az autót, oké,
fast, meg vagyunk. Először a cégnek a cukrászdájából kell elhoznunk árut, azt kell elvinnünk két helyre, de a kártyát kell beraknom. 45 előtt nem szabad berakni, de már 4 óra 50 van. Szóval fogjuk a kártyát, berak, mindig 4:45 a kezdés. Oké, kártya megvan. Szeretem, ha van egy illatom. Nem más miatt, magamnak szeretem, ha jó illatom van. Szóval kirakunk ide egy zsepit, bedugom a telefontöltőt a töltőbe. Most ugye áramról megy a hűtést, most le van állva. Átrakom úgy, hogy az autónak az autó adja neki a kraftot, ugye a dízelmotor. Ezt átállítom és lekapcsolom. És akkor most kihúzom a vezetéket. Úgy levettem áramról az autót, ilyenkor ide bekukkantok, hogy le van ez zárva rendesen. Jó, itt az árum le van zárva a gurttal. Villanyt már felkapcsoltam, nem egész éjjel éget, hanem felkapcsoltam. Plusz még megnézem, hogy működik az emelőházfa. Mert ezt így meg kell nézni, mert mit tudom én, áramolhat, és akkor nem tudom nyitni, akkor milyen nagy napom lesz. Na, ez megvan. A kollégák már aktivizálták magukat. Úgyis akkor megvagyunk a kampó és a kis kocsim nélkül, ugye nem megyünk sehova. Ezek fontos felszereléseim. És most mindig kedden, meg csütörtökön, ahol kezdek, szinte mindig, az a cégnek ez a cukrászdája, egy ilyen külső cég, nem itt a cégen belül van, hanem egy pár száz méterre innen egy nagy cukrászda, és ott készülnek a cégnek a süteményei. Ez csak ugye áru felvétel, itt most nem kiszállítás. Meg vagyok, majd jön a következő kollega, hogy elfoglaltunk ketten a Teóval a két rámpát itt. Már jön a kollega, itt várt, amíg elment a Teó, és megyek én is el. Megvan a sütemény, és akkor irány először a Bizeburg, ami szintén 1 kilométer kb. Meg vagyok a Valentinnal, most megfordulok itt a Billa Plusznak a parkolójába, ugye most már Billa Plusz a Merkur, régen ami Merkur volt, Merkur? Igen, az most már Billa Plusz, Merkur az már nincs. Kaptam kávét, és most még mindig nem a Haubi Verzumba megyek, azt még mindig kihagyom, mert itt Wieselburgban van még egy címem, egy hotel. A hotelnak viszek most cuccot, azért még átmegyünk, és majd csak a hotel után megyek a Haubi Verzumba, mert onnan meg az elkerülőn tudok majd menni szépen Burgstallba, úgyhogy most ezért jövünk először ide. Most itt nem ide jöttem, itt csak félreálltam, hogy elmenjenek az autók, itt meg szoktam így fordulni szépen. És beállok ebben a busznagállóba, nem megyünk be közvetlen a hotelhez, mert itt van egy ember, aki ügyvéd a lánya, vagy nem tudom, aztán itt csernháborítás miatt nem szabad semmiképpen oda menni és hangoskodni a hüttővel. Mindig itt megállok a busznagállóba, és innen betolom ide a hotelhez jobbra. Mármint betolom az árut. Ez is megvan, megyünk vissza a Haubi Verzumba, ugye kiszállítani az édességet. Nem ott megyek, ahol autóval mennék, megint csak a csendháborítás miatt, ott ilyen lakóházak vannak, hanem hátulról megyünk be a céghez, ahogy van, tehát így kell menni, és mindjárt ott vagyunk. Sorompó felnyit, van nekem egy kapcsoló. Itt állnak a nagy nyergesek, azt hiszem van 5 darab, gyönyörű szépek, nincs Scania, ott is áll egy, ugye mennek Grazba, nem is tudom, Bécsbe, talán Grazba biztos, aztán, hát nem tudom, most látjátok, de hülye vagyok, Bécsbe biztos mennek, Grazba is mennek, meg milyen irányba mennek még? Salzburgba talán? Ja, Salzburgba gondolom mennek. Itt a főhadiszállása a cégnek. Ez a szép Haubi Verzum. Ide hoztam most meg az édességet.
Vigyni. Megvan ez is. Ha pekjen van, akkor a sütemény tálcákat ugye elrakják, és nekem vissza kell vinni ide, ahonnan elhozom az édességet. Ha pekjen van, akkor visszaküldik velem, és akkor még egyszer oda kell mennem a cukrászdához visszavinni ezeket a tálcákat. Ma szerencsém volt, ma nem küldték. Úgyhogy akkor megvagyunk, és itt a helybe futkosásból akkor ennyi. És irány Burgstall Billa. Oké, és érkezünk a Billába, Burgstallba. Már tényleg pirkad. Úgyhogy ez tök jó. Itt van a húsos autó is. Ő mindig gyorsan végez. Úgyhogy vagy nem is tudom, hogy álljak. Így állok, itt állok, és akkor oda tolatok, hogy ki tud attól még menni, és akkor kész. Ez a Moserwurst Wieselburgból. A kabátot azt mindig felveszem, meg a csukját felhajtom, mert nem megyek már pólóba be, hanem mindig felveszem, mert ha éppen fúj a hűtő, akkor a nyakát megfúj az embernek. Hagyjön! Megfújja az embernek a nyakát, az nem jó. Úgy. Kinyitjuk a hátfalat. Itt van, hogy erre rálépek, meg erre rálépek, és akkor mehetünk fölfelé. Vannak. Na. És megkeressük a Billának a záróját szépen. Ezek mind zsömlék, bio zsömlék. Basszus. Benhagytam az autóba ezért a gépet. Na. Akkor azért ki kell mennem. Na mindegy, ezt már kihúzom, ha itt vagyok. Hogy hány bio zsömlét kap. Ezt ugye meg kell nézni. Ezt a kampommal kihúzom. És le is kell ellenőrizni. Azt kapja-e, amit rendelt, mert előfordulhat simán, hogy a záró összekészítő rosszat raknak össze. Úgyhogy ez ennyi, ez már a következő cím. Így, ezt nem kell. Meg hogy hány biozsemre kell, azt mindjárt megnézem. Visszajövök. Oké, és összesen 4 biozsemlét kap. Ott van 3. Ez meg egyből már 4, úgyhogy hozom ezt. Ott van a kurt. Ezek a hülye fa paletták, ezek. Ez az egy, ami nem jó itt. Jó, összesen 21 ládát kap, abból 4 biozsömle. A Billában csak biozsömle van. Ez a biozsömlét hozunk. Sima zsömlét, ezt nem. Jó, ennyi. És majd az üres ládákat meg még majd felhozzuk. Itt vannak a dolgok, és le kell szépen ellenőrizni, hogy megvan-e minden. Fontos. Na, így szépen ellenőrizzük. Egyenként Graham Becker, Krusterleib, az a Laugen volt, a Laugenstein-gal. Nobzom, ebből 2, így van, és megvan minden. Itt úgy rendezem őket, hogy egy magasak legyenek, és ne túl magasak. Így. Úgy. Hozom a kiskocsit. Rajta vannak már, amit vissza kell vinnem, az üresek. És ezeket meg rá a kiskocsira. Be a hűtőházba, a mély hűtőbe. Na. Áru leszállítva. Most ezeket elrendezgetem. Az egyik ládában benn van a viszáru. Ezek, az a lényeg, hogy van a kis láda, a közepes, meg a nagy. Ezeknek külön sorba kell lenni, nem szabad összekeverve lenni. Ugye ezt mindig elrendezgetem. Így meg megszámolom, hogy hány darab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, beírom a gépbe, hogy 21-et hoztam, 14 üreset viszek, minden itt volt, minden kipipálva, átvétel, oké, aláírás nélkül, nem pakoltam ki ládákat, csak betoltam a helyükre,
Paf, kész. Következő Oberndorf Andermatt. Jó, hozom a kamerát, elrendezgetjük hátra a dolgokat, és indulunk. És nem megy még a hüttő. Ez tök jó. Ha megúsztuk anélkül, hogy a hüttő menne, közben kell a nap. Szép az ég. Zöld a pázsit. Szórják a chemtrail. Na. Yeah. Jó. Ez itt a viszáru. Ezt mindig becsukom magam után, hogy ne jöjjön be a meleg. Jó, ezt lerakom, hogy tudjak dolgozni. Reméljük a hang az jó, mármint jónak nem jó, de érthető. Ugye értitek, hogy értem. Oké, és ezek a kicsik. Hopp, most indul a hüttőbe mindjárt. Na jó, ez jó helyen van. Ezt akkor még ezt is berakjuk. Ez is jó lesz ide. Itt van már. Na ilyenkor ezt szoktam, hogyha a viszáru közepes ládában van, akkor azt szépen beleöntöm a nagyba. Már is felszabadult két közepes ládám. És akkor ezt rakhatom. Ja, rakhatom ide szépen. Így. Itt van ez. Ez a fagyis. Fagyis retúr, ez ide jön. Ez ide. Kampó mit marad? Kiskocsim. Kiskocsimat itt hagyjuk. Ez jön ide. Így. És lezárjuk a dolgokat. Inkább kétszer ellenőrzöm mindig, nehogy itt ne legyen jó. Aztán itt eldőjön nekem minden. Jó. Oké. Lezárva minden a helyén. Kiskocsi kampó megvan, mehetünk. Beindult a hüttő, és ugye ez az. Mehetünk lefelé. Nem szoktam megvárni, míg lemegy, hanem ide lelépek. Ott kapaszkodok, és akkor így mehetünk. Emelő hátfal föl. Jó vagyok, rossz felement. Így. És mehetünk is. Na most megyek egy olyan címre, ahol még úgy emlékszem, ott még nem voltam, úgyhogy megkeressük. Hát navigáció oda visz, aztán majd feltalálom magamat, ha ott leszek. És ilyenkor kesztyű le. A gépbe megvagyok. A címet fogom beírni. Úgyhogy oda fele menet kell navi. Nem meleg van, főleg, hogy én gyorsan dolgozok. Bekapcsoltam, olyan szép az ég, kell fel a nap, mondom, ezt a részt itt felveszem. Ez sincs messze, ahol most megyünk, ez az Oberndorf Andermatt, ez itt van Burgstadttól nem messze, úgyhogy fú, nagyon szép ez így most, ez így most lefesteni való. Ez nagyon szép. Reggeli forgalom, mennek az emberek dolgozni. Itt van a vezetékes csibi mikrofonom, és azt is használni fogom talán ma. Az tényleg valamivel jobb hang volt azzal. Kicsit ugyan van egy ilyen háttér sistergés azzal, de még mindig jobb, mint ez a vödörhangú. Vödörhangú vezeték nélküli. De kitartás, talán a következő videó már jó hanggal lesz. Közben nézni kell a navit is azért. Azt mondja, 1,7 km múlva balra. Fú, de gyönyörű, basszus.
Szent Georgen an der Leisbe. És nem tudom, hogy ma van-e, ma talán nincsen. De volt már, tehát szokott lenni néha, nem sűrűn. Ez igazából nem az én körzetem, nem tudom, valaki szerintem beteg, és akkor szét lett dobva a körzete, és akkor így kaptam az ő körzetéből már a három címet, vagy ilyesmi, és akkor minden kollega kapott hármat, aztán így van letudva, ha beteg valaki, és nincs plusz ember, aki megcsinálja a körzetét. Nincs springer, aki beugorjon a helyére, akkor így van megcsinálva. Obendorf Andermatt. Ma 650 méter múlva balra kell fordulnunk. 300 méter múlva balra. Kint vagyunk a vidéken, nagyon szép itt. Nyugodt, szeretem ezt, meg szépek a felhők. Azt mondja, hogy 280 méter múlva balra. Mindjárt ott vagyunk. Parasztházak. Hopp, és itt kell. Nem, azt mondta a kollégám, hogy menjek balra, úgy forduljak vissza, és ott fogok kijönni, ahol most nem mentem be. A kollégám mondta reggel, úgyhogy így lesz a jó itt. Nem itt, ez nem utca, ott van az utca. Aha, itt. Itt mondta, hogy forduljak így vissza befelé. Aha. Milyen zerge járt a vidékek? Trausenhof, oda jövök? Nézzük csak. Hát, ja, nem az van megadva, hanem a neve. Strausenhof. Aha, strutz. Strutzok vannak itt. Itt a focipálya mellett. Aha, ez kifejezetten egy ilyen struccokra kihegyezett dolog. Na hát... Így... Gondolom étterem, meg minden. Na most itt nem tudom igazából, hol kell becsöngetni, úgyhogy itt most megállok, kiszállok, aztán... Megkérdezem, hogy... Kicsit korán van ugyan, mert elvileg 7-től lehet ide jönni, és még csak 6 óra 43 van, de hát mindegy, meglátjuk, mi lesz. Na, ezt csak nagyon gyorsan fel kell, hogy vegyem nektek, szóval itt minden struccokról szól, struccokat tartanak. Van itt egy étterem, meg is lehet itt szállni. Nagyon szép környezetben van egyébként a hely. Ugye parasztház, vannak a dombok, hegyek, és mutatta nekem, itt vannak a struccok, mindjárt rázumolok. Szóval ott vannak a struccok. Látjátok? A tojásaikat használják, azt teszik meg. Meg csinálnak belőle tojáslikört, meg tésztát. Ugye a tésztába kell tojás, struc tojásból van itt minden. Hát ez nagyon király. Na, ezt is láttam. És való igaz, úgy van, hogy a kollégám mondta, hogy nem kell forgolódnom, hanem itt meg ki tudok menni, ahol nem jöttem be. Ez egy, meg tudok tenni így egy kört. Tök jó. Hát ez nagyon szép most itt. Reggel mondott egy vicceset a kollégám, mert láttam, hogy a vezetékneve ennek a struccosnak ugyanaz, mint a következő címemen a Nahon friss üzlet. Láttam, hogy a vezetékneve ennek a struccosnak ugyanaz, mint a Nahon frissesnek a következő címemnek, és akkor a vezetékneve a keresztneve, nem csak a vezetékneve. És akkor mondom a kollégámnak, hogy na, akkor testvérek, ugye? És vagy mert hogy a testvére csinálja a boltot, azt mondja, nem, hanem azt mondja, hogy ezen a környéken itt szívesen énekelik azt, hogy a Onkel ist mein Vater. Mein Onkel ist mein Vater.
Szóval, értitek. Hogy a nagybácsim az apám. Hogy kicsit ilyen belterjesség van, azt mondta. Na meg is vagyunk itt ezzel a Nahunt frissel, nem jött ide sok árut. Több üres láda jön vissza, mint amennyi most jött. De olyan emberes trágyaszag van itt ezen környéken. Most, hogy kiszálltam, az ilyen savanykás, büdös trágyaszag. Van az a másik trágyaszag, az a lightosabb, az meg lehet szokni. De van ez a fajta, ez kegyetlen, ezt nem lehet megszokni, ez a, úgy mondják itt, hogy a Landluft, ugye az osztrák vidékszag. Hát, de legalább bio trágya, úgyhogy jó az, csak el kell viselni. És most irány, Shapes, egy nagyobb bacska városocska, és ott pedig egy kocsma. Ezt nem tudom szebben mondani, hát de tudnám-e bár. Szóval egy kocsma, jó feje tulaj, nagyon-nagyon ritkán ott érem, ilyenkor hajna már reggel 7 van. Amit tudom, hogyha korábban itt vagyok egy kicsivel, olyan 6 körül, vagy még egy kicsit korábban, akkor néha nagyon ritkán ott van még reggel, hajnalba, még nem ment haza. Tehát neki ez a, még nem járt le a munka, még nem ment el aludni. És már kaptam tőle kétszer is kávét, mikor ott, ha ott érem, akkor mindig kapok egy kávét, egy eszpresszót kérek. Nem hiszem, hogy most ott lesz, már 4:18. Mi most egy ilyen dombon felkacskaringózunk, majd erről dombról lekacskaringózunk, és ott is leszünk Shapes-ben. Itt visszakapcsolom, ereszkedünk már lefelé, első ház jobbra, Shapes, és akkor átmegyünk itt a belvároson. Itt ez a Shapes, ez már mindig egy pár fokkal hidegebb, így mikor közeledik a tél, talán mindig, mert így a hegyek között van rendesen. Hát hegyek, dombok, ezek nem tudom minek számítanak, de itt fekszik a völgybe, úgyhogy itt már azért kicsit mindig hidegebb van, mint ott mi felénk. Szépen lejövünk, átmegyünk a belvároson. Itt a Shapes-ben 2 villába jártam, az egyiket ledózerolták és építenek helyette egy újat, egy nagyobbat, szebbet még garázssal, és most addig, amíg el nem készül, elvileg novemberben van az átadás, aztán lehet, hogy majd kicsit csúsznak, majd kiderül, de nagyon gyorsan felhúzzák amúgy, és addig, amíg elkészül, addig csak egy villába jövök. Amúgy meg 2-be itt. Érdekes, mert hát nincsenek messze egymástól, hogy ez a város 2 billát is eltart. Na mindegy, hát ők tudják. Ez az új, ez most biztos nagyon fasza lesz, majd mindenki először oda megy, meg akarja nézni az újdonságot. Hát kinek mi van közelebb, vagy mit tudom én. Na ez már itt a belváros. Jövünk ma ide még egyszer délután a kórházba. A kórházba ide sejtse, oda is szállítok a konyhára. Itt van a konyhára is, meg a kafetériába, tehát a kávézójába, a éttermébe Shapes-nek. Úgyhogy délután jövünk oda. Ez azért van így megcsinálva, mert ilyenkor még nincs ott áruátvétel, vagy abszolút zárva vannak, lehet, az alkalmazottak még nincsenek is ott, gondolom. Majd ott itt kell. Nem, itt a másiknál, ahol zebrán megálltam, ott valahol ott kell bemenni a kórházhoz. És szóval jövünk ma még ide. Úgy. Rendőrbácsi. Bejöttünk a körforgalomba szépen, és itt megyünk ki. Erre kell jönni ahhoz a villához, ami most le van dózarolva, illetve már, na most meg is tudjuk nézni, hogy hogy áll az építkezés. Igen, itt áll már a Neuhuber-es teherautó hozta az építőanyagot. Mekkora daru az? Igen, jó nagy daru, basszus. Nagyon komoly. Na, úgyhogy itt van a balra, mutatom, így kicsit elfordultam a kamerát. Itt van, itt épül az új villa. A gyerekek nem akarnak átmenni, a zebrán nagyon jó. Itt épül az új villa. Ja. Lesz még garázsa, meg minden. Full extrás lesz. Kamera vissza a helyedre. Elvileg ebbe a kocsmába lehetne úgy is jönni, hogy azon a szűk utcán, de a kollégám úgy tanított be, hogy ne ott menjek, hanem jöjjek itt. És akkor majd itt meglátjátok, hogy hogyan.
A másik kollega azt mondta, hogy ő bemegy a szűk utcába, ő bemegy mindenhova. Hát én itt tanultam be, így jövök, kész. Igazából szerintem mindenki eldönti, hogy hogy jön. Na most én így jövök, nem variálok. Jövök, ahogy a kollega megmutatta, betanított, aztán kész. Majd. Itt elfordulunk balra, átvegyünk a folyón. Jobbról nem jön semmi, előről se, balról se, oké. Ide is a túlkarán jövök, azért annyira nem jó itt beregni a hűtővel, mert volt már, hogy még sötétben volt, már itt voltam. Persze nem nyáron, mert nyáron már nagyon hamar fel kell a nap. Csak itt mindig szépen így megfordulok. Egyet Y-ba. Így. És hát találok, és akkor ott jobbra van az a kocsma. Oda fogom vinni. Szép ez a rész, itt folyik a folyó. Ahol folyó van, ott mindig jó. Általában. Így, kicsit visszább tolatunk. Így. Négy darab, azt hiszem pizzát vagy bagettet fog kapni az úriember. Ennyi. Na, ide kulcs kellett, full egyedül bementem szépen. Bemegyek a sötét kocsmába ilyenkor. Aztán bemegyek oda hátra, ahol a hűtő van, a műhűtő. És beraktam a négy darab árut. Kicsit ilyen hűtőt lehet, hogy igazgatni kell, most például kellett egy kicsit helyet csinálni, ilyenkor az ember ezt megcsinálja, aztán kész. Van, hogy úgymond extra munkával jár a dolog, de hát ez benne van, ez hozzátartozik ehhez a munkához. Na, itt vagyok. Kimaradtatok két címből, kettő benzinkútból, most vagyok a másodiknál. Az első az egy tök jó hely, mert ott általában kapok kávét, meg néha ezen a helyen is, ahonnan most megyek ki. Most Gamingba vagyok, az előző hely az meg... az mihez tartozott? Hát Shapes után, nem is tudom, hogy az melyik Gemendéhez tartozik. Itt rossz kimenni, tükörből kell néznem, hogy jobbról jön-e hátulról valami. Szóval ebből a két címből most kimaradtatok, mert telefonáltam, azért zajlik az offline élet is. És most megyünk tovább Luncemzébe. Most ez bekanyarodik? Az bekanyarodik, de mögötte jönnek. Megyünk tovább Luncemzébe, a boltba, ahol tegnap is voltam. Na, nem jön be ide, mindenki be megy tankolni, jól van. Akkor menjünk. Én egy kicsit rossz kijönni, mert föntről nagy sebességgel, ha jönnek, és mire innen kijövök. De azért még mindig ki tudtam innen jönni. Tavaly már itt ezen a benzinkuton raktam hóláncot, mert annyira szakadt, hogy mondom, ezen a hegyen itt én már nem állok neki felmenni, és jól is tettem, mert itt közepén el voltak már akadva az autók, úgyhogy én is elakadtam volna. 8 óra, 19, hányadik címre megyünk, nézzük csak. Ezt nem tudom megnézni, hanem azt, hogy 22 volt összesen, és most még van 12. Már 10 címet megcsináltam. És Luncemzé, aztán Gözling. Megyek abba a tök új szállodába, ami nemrég készült el idénre. Teljesen új az egész. A konyha is, meg minden nagyon szép, modern, új szagú. Gruberg, vagy Gruberg ez a hegy. Itt kezdődik, úgymond. Tehát eddig még így Gamingig így eljön az ember, és itt kezdődnek a dombok, hegyek. Holnapra ilyen esősebb időt mondtak, hát mindegy. Ja, közben lehet egy kis story time, amíg itt megyünk, mert azért itt szép. Képzeljétek, a cégnek lesz ilyen céges bulija, céges Oktoberfest. Nem karácsonyi buli lesz, az is szokott lenni. Hát még abban nem volt részem, tavaly elmaradt még a Covid miatt. Nem kockáztatták, hogy ilyen sok embert összeeresztenek. De idén meg lesz tartva a céges buláj, ami nem egy karácsonyi buli lesz, hanem egy Oktoberfest.
és Weserbuchtban van egy nagy ilyen messze terület, messze gelende, ez a, tehát hogy egy hatalmas nagy terület, nyitott is van, meg van sátrak is vannak, meg van egy épület. Épület is van, sátor is van, minden van, tehát itt szokott lenni sűrűn Weserbuchtban ilyen messze, mert van rá hely. Na mindegy, az a lényeg, hogy itt lesz kibérelve egy terület, és gondolom, hogy nagy sörsátor, vagy valami lesz, és összes céges dolgozó meg van oda hívva. Mi most tartjuk majd októberben a Weihnachtsfeiert, a karácsonyi ünnepet, ugye általában karácsonykor szokták, én szerintem Magyarországon is, meg itt is így a cégek megünnepelni az évet, a dolgozókat megvendégelni, kaja, pia, minden. Ugye a Haubitznál is szokott ez lenni, a Covid miatt már nem volt, azt hiszem, 3 éve ilyen, és ehelyett ajándékot kaptunk mindig, illetve kaptak a többiek, én ugye egyszer kaptam eddig egy Haubitzos sapkát, az volt az ajándéka a cégnek, meg azt hiszem valami gutsein is, tehát pénz is volt benne, és idén viszont meg lesz tartva, úgyhogy ez lesz októberben, tök jó. Akkor októberben lesz még ilyen, hogy a szabadságolásoknak a megbeszélése, akkor is összejön az egész, hát a mi részlegünknél, tehát a mi csapatunk, a Niederösterreichi részleg, az Oberösterreichi részleg, az meg mit tudom én, másnap vagy valamikor máskor fog összejönni, tehát mi így csapatokra vagyunk osztva. Hát nyilván ugyanúgy kollégák vagyunk, csak külön csapatfőnök van, meg van Oberösterreich, Niederösterreichi részleg, és a októberben lesz az is, hogy azt hiszem, te hogy is, szeptember? Az lehet, hogy már szeptemberben lesz. Ja nem, szeptemberben csak egy megbeszélés lesz, ha jól emlékszem, és akkor októberben lesz talán ez a szabadságos megbeszélés, ahol mindenki összejön, és akkor így jövő évi szabadságokat be kell írni. Ki kell osztani már most. Ugye nekünk fontos ugye az óvoda szünetek miatt, hogy mikor van a szabi, nekem, hogy otthon tudjak lenni a gyermekkel, úgy kérjem a szabit, hogy akkor a feleségem tud dolgozni, vagy például, hogyha megyünk nyaralni, akkor ugye szintén nem mindegy, hogy mikor van a szabi lefoglalva, úgyhogy ez is lesz majd idén, egész jól megvolt a dolog. Úgyhogy ezek lesznek. Közben már megyünk lefelé a hegyről. Na, meg vagyok a luncemzői bolttal. Ezek nagyon kedvesek. A Göstlingbe, az Unimarkba a főnöknek a fia csinálja a luncemzői Unimarktot, és nagyon kedvesek a srác is, tök fiatal, szerintem 20-pár éves. Nagyon kedves, kapok kávét, meg tényleg meg úgy kedvesek az emberrel. Sőt, már volt többször, hogy kaját kaptam, hogy ő kifizette nekem maga. A főnök mondta, mert vettem egy léberkéze szendvicset, és mondta a főnök a pultba az alkalmazottnak, hogy ezt ő állja, amit veszek. Úgyhogy tényleg tök rendesek, az apja is, ő is, az anyja is, ezek nagyon rendes emberek, úgyhogy és az alkalmazottak is. Valahogy az alkalmazott általában a cégeknél sokszor olyan, mint a főnökség. Tehát ha a főnök ilyen jó fej, meg ilyen kedves, akkor az alkalmazott is normális. Szóval, na mi van itt? Nézzé, Defender találkozó van? Jól ide álltak azért, azt meg kell hagyni. 3 is itt van. 4? Mi van itt? 5, 6! 6 darab ilyen Defender van itt. Na mi a? Mi a fene? Salzburgi rendszámmal. Na mi a? Mi a fene van itt? Na ez az a hotel, ide jöttem. Ennyit jöttem az volttól. Ide a központjába a Lunznak. A templom mellett közvetlenül. Itt van ez a vadi új hotel, úgyhogy most akkor ide kiszállítok 10 darab ládát. Na nyomás! Hagyjuk el a Defendereket. Megyek tovább Göstlingbe. 10 darab mi ez? Ilyen ládát szállítottam ide ki ebbe a hotelba, és 11 üreset kaptam vissza. Aztán itt közben szóba elegyedtem csak egy 3 mondat erejéig ezzel a fickóval itt, aki a Defendernél volt, mert megálltam, hát ugye mögöttük, és
szálltam ki, már kiszedtem a raktérből, kiszedtem az árut, és akkor láttam, hogy ott nagyon mozgolódnak, meg nézelődnek. Kérdeztem, hogy útba vagyok-e, akarnak-e már elmenni, és mondta, hogy hát egy pár perc múlva. Aztán mondom, jó, akkor kicsit hátrébb állok, hogy kiférjen, kicsit hátrébb tolattam. Még mindig ott vannak, úgyhogy nem kellett volna, de mindegy. Jobb volt a békesség így. Aztán szóba elegyedtem vele, kérdezem, hogy már az összes Defendernek salzburgi rendszáma volt. Biztos, hogy valami rendezvény volt, valami kiállítás, gondoltam én, hogy valami kiállítás, vagy Isten tudja mi. Megnéztem közelebbről egy kicsit ezeket az autócskákat, és kérdeztem tőle, hogy ezek új modellek, vagy most mi van itt? Aztán mondta, hogy hát nem új, csak a hosszúsága, hogy ez most hosszabb, nagyobb a tér benne, vagy a rakfelülete, vagy hát a csomagtartója hosszabb neki, úgyhogy ilyen szempontból ugye új modell. Jó? És mondta, hogy itt voltak valahol itt a környéken, hogy itt a hegyekbe offroadoztak valami instruktorral. Egy instruktorral offroadoztak, gondolom kerestek valami. Hát vagy biztos lehet, hogy van itt egy direkt ilyen hely, ahol lehet ezzel így csapatni. Úgyhogy csapatták neki. És most mennek vissza Bécsbe, azt mondta nekem az Ürge. Van kávén bőven most. Ma megyek az egyik kedvenc helyemre. Tényleg a top 3-ban biztos benne van. Bár ezt még így át sem gondoltam igazán. De tény, hogy nagyon szeretek oda, mert ott mindig kapok egy szendvicset is. Meg kapok kávét is. Vagy ha nem kávét kérek, akkor kapnék egy üdítőt, de üdítőt nem fogok kérni nyilván, hanem egy kávét, mert vizet iszok. És nagyon-nagyon kedvesek ott is tényleg. Megetetnek, megitatnak, meg kedvesek. És nagyon szép helyen is van. Ott is sétáltam már, több irányba is. Képet is csináltam onnan, Instagramon fönn van. Az Instagramomat csináltam egy újat, új névvel. A csatorna leírásába megtaláljátok a linkjét, hogyha valakinek van kedve. Akkor ott esetleg vannak szép képek, meg így a jövőben is esetleg lesznek, meg ott ha valami akartok nekem személyesen ugye írni, akkor ott lehet üzenetet írni, ott Instagramon, a csatorna linkjébe megtaláljátok. És akár lehetne ilyet, hogy bár majd akkor csinálok egy ilyen, nem tudom, posztot vagy valamit, hogy lehet kérdéseket feltenni esetleg, és akkor videóban megválaszolom. Ugye ez a Kunda, ahogy Magyarosi Csaba szokta. Kunda. Questions and answers. Kérdések és válaszok. Szóval most megyünk Lunzból Göstlingbe. Hát ezt az utat már biztos, hogy felvettem nektek. Tehát ez van. Ugyanaz a körzet, akkor ugyanazokra a helyekre járok. Maximum a mondani való változhat. Lassan egy éve leszek a Haubisnál. Október hányadikán? Október 4-én azt hiszem. 3-án, 4-én kezdtem. Az volt ugye egy hétfő. Azért nem október 1-én, mert az hétvégére esett. Úgyhogy lassan egy éve itt vagyok. Nagyon gyorsan telik az idő. Rohan az idő. Úgy rohan, hogy észre se veszi az ember. Úgyhogy meg kell ragadni a pillanatot, megtalálni az örömet az apró dolgokba. Szerintem ez a kulcs egyébként, hogy mert ilyen hogy konstans boldogság ilyen szerintem nincsen. De most akkor X időpontra elértem a boldogságot, és onnantól boldog vagyok, ilyen biztos, hogy nincs. Az embernek történnek mindenféle dolgok az életébe, egészségügyi gond is lehet, hogy itt tudom én. Például nekem most kimütöttek innen a kezemről, meg az oldalamról anyajegyet, kettőt. Tel is tele vagyok anyajegyekkel, aztán ugye időközönként szépen mennem kell megnézetni, hogy nehogy baj legyen. Aztán kettőt le is szedett az orvos, ott helyben bőrgyógyász, kivágta, és mennem kell majd megint kontrollra, tehát rendszeresen kell járnom, mert rengeteg anyajegyem van.
Szóval, most ez nem olyan nagy dolog, nem azért mondom, hogy ez ettől boldogtalan az ember, csak azt mondom, hogy történnek az ember életében folyamatosan a dolgok. Jók, rosszak, mit tudom én, nincs az, hogy na, 20 éve boldog vagyok, hanem vannak időszakok, van, hogy kicsit jobban érzed magad, vagy épp nagyon jól érzed magad, aztán kicsit rosszabb, ez valami összejött, vagy mit tudom én, az embernek tényleg mindenféle dolgok történnek, főleg, hogyha van kér már nagyon aggódni is, hogyha van gyereked, szépen megy a nap, mi történhet, aztán mit tudom én, elesik, beveri úgy a lábát, hogy nem tud ráállni két napig, szóval most ilyenkor nem vagy boldog, tehát ezért mondom, hogy ez nem egy konstans dolog én szerintem, hanem az apró örömök, biztos, hogy annak nagyon, nagyon fontos. De meg kell, hogy mondjam, tehát biztos, hogy az, hogy mondjuk találsz olyan hobbit, amit szívesen csinálsz, például most, hogy eljárok sétálni, nagyon jó, nagyon szeretem, tök jó. Kondizok, tök jó. Jól érzem ott magam. Van egy cél, ami felé lehet menni, hogy egy kicsit az ember jobban nézzen ki, egészségesebb legyen, jobb erőllétre legyen, fittebb legyen, jobban bírja a lépcsőzést, stb. Na, biciklisek. És nem a bicikli úton megy. Hülyét kapok ezektől, komolyan mondom. De miért? Ott a bicikli út. Ott van, direkt ki van építve nektek. Nem tudom, hol fogok ma szünetet csinálni. 9 óra 4 van, ugye 10:45-ig mindenképpen kell a szünetet elkezdeni. Na megsatszolom, várjál csak, megsatszolom. 9 óra 4 van, azt mondja, hogy ott van ez az Unihuber. Azt mondja, hogy utána a Gams. Igen, na megyünk egy nagyobb darabot, utána a Hiflau. Most utána a Rádmer. Szerintem a Rádmernél tudjuk megcsinálni a szünetet pont. Oké, a pont azon a helyen, amit mondtam, hogy nagyon szép. Akkor fölmegyünk a templomhoz, nagyon jó. Na, szerintem a Rádmer lesz akkor. Szuper, jól van. Az egyik kedvenc helyem, amit az előbb mondtam. Oda megyünk, és ott meg tudjuk tudni a szünetet tartani. Ez tök jó. Ott akkor azt fel tudom menni, az nagyon szép ott. Jól van, király. Na, mindjárt megérkezünk Gamsba. És itt van egy picike boltocska, ez tényleg egy kis bolt, de azért van forgalma végsüteményből, azért hát nem olyan durván sok, de azért fogy, mert gondolom itt közelben a nagyobb bolt nincsen, úgyhogy azért tud eladni. Itt is kedves a tulaj, együtt szoktuk kipakolni. Ugye vannak helyek, ahol csak betolja az ember a végsüteménybe a ládával együtt be a mélyhűtőbe, vagy mi az, mélyhűtő helyiségbe. Szóval van, ahova csak betolja az ember, és ott maradnak a ládák, van, ahol meg egyből ki kell pakolni. Itt is van egy nagy hűtőláda, és akkor együtt bepakoljuk a tulajjal, a nővel. Neki biozsömle jön mindig. Mondta, hogy bizonyos százaléknyi árunak, bionak kell lennie, és akkor ő mondhatja, hogy ő egy ilyen biotámogató üzlet, vagy valami hasonló ilyesmit mondott. Tehát meg kell lennie egy bizonyos termékmennyiségnek, ami a boltban bió. És azért a zsömlét az biót rendel a Haubistól, és akkor így meg is van neki ez. Ez az elismer egy tanúsítvány, vagy a fene tudja, hogy működik ez ugye a boltoknál. Meg is jöttünk, Gams. És itt is lesz mindjárt jobbra, a tűzoltóság mellett. Kis bolt. Ha szerencsém van, akkor jól oda tudok állni. Nem áll ott senki. Általában mindig így állnak ez a Suzuki-nak, mindig ide kell állni. Na mindegy. Így. És akkor még ki is tudom nyitni hátul, és ennyi. Na szuper, kisbolttal meg vagyok. Igazából nem is tudom, mennyit voltam ott, 5 percet, összvisz 6 percet. Gyorsan megvannak a dolgok. Van, ami gyorsabban megvan, van, ami kicsit lassabban. Ugye ez változó. Egyedül pakolók ki vagy segítenek, sok áru van, vagy kevés, messzire kell eltolni, vagy közel van. És most felveszem ezt a szakaszt, amit már nyilván felvettem 343-szor, de most se fogom kihagyni, mert
de most se fogom kihagyni, mert ez nagyon-nagyon gyönyörű. Mikor először jöttem erre a betanító kollégával, mondom, azt a rohadt. Ez a látvány, amit az ember elé tárul. És most gyönyörű szép idő is van, biztos, hogy szép lesz. Biztos, hogy nagyon szép lesz. Azt mondja, hogy 9:55, most még van egy spár, de csak 5 láda megy oda, Heathlowba. És utána jön ahol a Radmer, ahol csináljuk a szünetet. Oda kell, hogy érjek. Már csak az a kérdés, hogy előbb kirakom ott az árut, és utána szünet, vagy előbb szünet, és utána árukirakás, de most én így, hogy 9:50-60 arra satszol, arra tippelek, hogy először szünetet kell ott megtartanom, és csak utána fogjuk kirakni az árut. Most így erre tippelnék így először. Na figyeljetek, jön a látvány mindjárt. Ez itt valami gyönyörűséges. Az a baj, hogy tényleg megszokja az ember, tehát már x-edik alkalommal jövök, már azért nem akkora szám, mint először, de nézzétek, ott a hegy előttünk. Csak elfordítom. De hát azért látom én, hogy szép, csak már nem olyan annyira megdöbbentően durva, mint legelőször. Kicsit ez nem olyan tiszta az idő azért. Ja. Talán itt többet látni, ha átrakom a széles látószögre. Na például ilyeneket nem lehet a GoPro-n, hogy egy menet közben csak átragod széles látószögre, meg ilyesmi. Szóval sokkal praktikusabb a telefon. Tudom, hogy gagyi, hogy telefonnal, de hát igazából jó minőséget csinál. Úgyhogy jövőre lejár megint a 2 éves előfizetésünk telefonra. Úgyhogy lehet megint kihozni új telefont. Úgyhogy akkor megint lehet még modernebb telefont. Még jobb kamerával. Nem tudom, hogy most a Samsungnak az újabbja az milyen kamerát csinál. Valószínű, hogy Samsungot fogok megint, mert már mindig Samsungosok vagyunk, úgyhogy valószínű maradunk is annál. Megszoktuk, meg nem tudom, nincs vele bajunk. Úgyhogy iPhone-ozni nem akarnék újra. Szerintem drágább is, meg hát minek. Vagy hát biztos jó vagy, mit tudom én, de már megszoktuk az Androidot, meg kényelmesebb ebbe beledugdosni ezt, azt, működik minden. Lementeni róla az adatot is egyszerűbb, szóval én nekem az Androiddal nincs bajom, szerintem jó telefonok ezek. Kameráik is nagyon jók, Samsungnak is, ennek is 8K, amit tud. Hát most, hogy az mit jelent igazán, valóban 8K, az nyilván nem, de hát azért szép felvételt csinál, úgyhogy. Na itt szoktam még nagyon jó szűni, itt 2 helyre is el tudok menni, itt megállok, itt balra, most nekünk balra van egy nagy parkoló, így, és akkor itt meg tudok állni, hogyha éppen úgy jön ki, most nem úgy jön ki, de ha úgy jön ki, akkor itt meg tudok állni, el tudok menni jobbra is, meg balra is sétálni, balra is jó, egy alpaka farmra lyukadok ki, hogyha balra indulok, jobbra meg, szintén ott egy tök jó kis házak között, minden természetben lehet sétálni, rohadt jó itt is, itt nagyon szeretek itt is sétálni, mert voltam már szerintem itt talán 3-szor vagy 4-szer is már itt már sétáltam. Úgyhogy hát ez most majd legközelebb, vagy ha úgy jön ki, akkor jöttök ide is velem sétálni, most nem. Motorosok. Jobbra Steyr, balra Leoben, Heathlowba megyünk. Kidobjuk ezt az 5 ládát a spárba, aztán irány Radmer. Én most is azt mondom, hogy megfogtam az Isten lábát ezzel a céggel. Nagyon szeretek itt dolgozni. És kívánom tényleg nektek, mindenkinek, aki nem annyira szeret ott dolgozni, ahol dolgozik, hogy találja meg azt, ahová tényleg nagyon szívesen jár dolgozni, és szinte nem is munkának fogja fel, mert hát ez nagyon megkönnyíti az ember életét. Mert munkán kívül van elég gondja az embernek, és ha még azt is utálja, akkor fú.
Én még mindig áldom. Áldom a gondolatot, hogy megcsináltam ezt a jogsit, és eljöttem a postáról, és azóta a munka az nekem szórakozás. Tényleg. Egész máshogy fölkelni reggel, hogy nem arra gondolsz, hogy menni kell dolgozni, hanem király, megyünk dolgozni. Úgyhogy tényleg mindenkinek kívánom, hogy találja meg azt a munkát, amiben így érzi magát. Ez lehet, hogy éppen valakinek nem a teherautóvezetés, hanem bármi más, de találja meg, mert megéri. És valahogy jó lenne, hogyha valahogy jobban felmérnék a gyerekeknél, hogy mi tetszik neki, vagy hát ugye fiataloknál, nem gyerekeknél, hanem fiatal felnőtteknél, fiataloknál, hogy hova tanuljon tovább, mi fog neki így tetszeni, mert nem biztos, hogy az ember tudja, hogy mik vannak, milyen munkák, milyen lehetőségek vannak. Nem biztos, hogy az ember így rájön, hogyha nem tudja, hogy mik vannak nyilván. Úgyhogy az jó lenne, hogyha valahogy így lenne egy olyan rendszer erre kiépítve, hogy a fiatalok bele tudjanak kukkantani sok mindenbe, hogy na mi tetszik nekik. Mondjuk erre jó esetleg nyári munka, hogy amíg diák és nyáron dolgozik, addig tudjon belekukkantgatni munkahelyekbe. Rájöjjön, hogy mi tetszik neki, mert különbözőek vagyunk, van, aki már egész fiatalon céltudatos, és tudja, hogy ő mi szeretne lenni, ő állatorvos lesz, ő már 5 éves kora óta az akar lenni, és úgy is tanul, azt csinálja, végig erre koncentrál, és az is lesz. Van ilyen, szerintem ez a ritkább amúgy. Meg biztos, hogy van itt a szülőknek ilyen befolyása, hogyha a szülő így arra terelgeti, de ez se biztos, csak úgy mondom, hogy lehet, hogy a szülői befolyás is számít, de a legtöbben szerintem nem nagyon tudják. Élik a fiatalok életét, fiatalok nem tudják, hogy az élet igazából milyen. Ez lenne fontos szerintem jobban megtanítani, megmutatni a gyerekeknek, hogy miről is szól az élet, mire kéne koncentrálni, és a fiatal. Múltkor erről beszélgettünk a feleségemmel, hogy láttunk egy TikTok videót, ahol a csávó, ilyen magyar videó ez, megkérdezi, ül a gamercibe valaki, és akkor megkérdezi, hogy uram, miből, vagy hogy mivel foglalkozik, és akkor mondja, hogy valami könyvvizsgáló volt, vagy micsoda, egy svájci bank szervezetnél, vagy nem is tudom minél, bankszövetségnél, és most már nyilván nem dolgozik, vannak cégei, meg mit tudom én, de a lényeg, hogy kőgazdag a faszi, és hogy kérdezi a riporter, hogy mit javasolna a fiataloknak, és mondja, hogy tanuljanak kínaiul, de tanuljanak meg perfektül kínaiul, meg angolul, és dolgozzanak nagyon sokat, 7 napot a 7-ből. És akkor beszélgettünk a feleségemmel, hogy valóban így vagy, fiatalon kéne megnyomni. Fiatalon nem elbulizni az éveket, hanem fiatalon megnyomni úgy ezt az egészet, amíg még esetleg ott vannak a szülők, akik tudnak támogatni is, tudsz tanulni, tudod képezni magad, úgyhogy nem kell megélhetéseddel is foglalkozni, hanem egyszerűen csak azzal, hogy képezd magad. És ha megnyomod fiatalon, akkor viszont jaj, megint itt van az ölcsös autó, akkor nem tudok oda beállni. Hogy be tudok? Hát bepasszintom magam mellé, ja. Mögöttem a motoros. Mert akkor idősebb korodban lesz sokkal jobb életed. Mert ha fiatal korodban csak elbulizod az időt, az nem biztos, hogy jóra vezet később. Szóval igen, ezt kéne a fiataloknak így a eszébe vésni, megmutatni nekik ezt a dolgot, ezt a gondolkodást, szerintem. És hát azért foglalkoztatnak minket ilyen témák, mert nekünk is van gyerekünk, szóval hogy neki menjek itt valaminek. Na jó. Megjöttünk a Spárba. Meg vagyok a Spárra, a pikpak megoltam, mert most nyitva volt az ajtó is, mert az ölcsös kollega, az ölcsöt biztos ismeritek, az is egy ilyen nagy pékség, de ők nem fagyasztott áruba utaznak, hanem ugye az ilyen becsomagolt, ilyen kész. Hát nem vagyok a nagy híve amúgy, mert
Hát nyilván tele van tartósítószerrel, meg ilyen nagyon, nagyon finomra őrölt liszt, meg ilyen, hát ilyen, hogy mondják, ezt ilyen ipari termék nagyon, úgyhogy nem vagyok a nagy híve. Aztán fene tudja, lehet, hogy nem egészségtelen annyira, azt leszámítva, hogy hát nyilván hízlal, mert finom liszt, meg cukor, meg stb. De lehet, hogy éppenséggel azt leszámítva nem olyan rossz. Meg egy híres cég, meg finom, az biztos, hogy finom. Tehát finom dolgokat csinál, az biztos. Benn vagyunk szépen Steiermarkba, már egy jó ideje, ugye? És ez látszik is a természeten, mert szép nagyon. Hát állítom a kamerát szerintem széles látószögre így, többet látni. És megyünk egy picikét, és elfordulunk jobbra Rádmernek. Ezt az utat fel fogom venni, lehet, hogy nem beszélek sokat, de aki csak a táját szereti elnézegetni, annak érdemes majd ezt a szakaszt, aki meg nem annyira, az meg elpörgeti. Nem tudom, hogy éppen lesz-e mit. Eszembe jut-e valami, amiről beszéljek. Mondja, hogy 10 óra 16, mire odaérünk, azért elmúlik 30, és 45-ig meg kell tartani. Nem akarok kapkodni a kirakodással, úgyhogy előbb szünetet tartunk, és utána fogom kirakni az árut. Mellettünk folyik egy folyó is. Na most nem sokat megyünk, mindjárt befordulunk jobbra. Majd ott lesz a szép, az a szakasz. Az az egyetlen út, ami befele oda vezet Rádmerbe, nincs más út. Úgyhogy, ha itt hegyomlás van, vagy fakidőlés van, vagy nagy hó van, vagy akármi van, akkor ide helikopterrel kell behozni az ételt, mert akkor el vannak zárva az emberek a külvilágtól. Ki is van írva, Rádmer 7 kilométer. Ezt a 7 kilométert ezt szerintem felveszem. Bár már mondom, ez is biztos megvolt. Hát ez van. Régebben itt szoktam megállni szünetet tartani, itt jobbra. És akkor csak ülök itt az autóban, mint a hal. De azóta, mióta sétálni járok, ez már nem kedvenc helyem, mert innen nem tudok hova menni. Itt csak a főút vezet. Nem tudok itt ilyen sétautat, ami szép lenne, vagy jó lenne, vagy egyáltalán lenne. Úgyhogy itt azóta nem szoktam megállni. Egyszer volt, hogy kénytelen voltam, muszáj voltam, mert elfogyott az idő. És akkor itt össze-vissza sétáltam az út mellett, meg fölmentem egy dombra ide, itt fönn van egy ilyen kis fensík. És akkor oda fölsétáltam, de ott is vége lett a tudománynak, mert már erdő volt, meg fák, meg teljesen fel volt ázva, ilyen majdnem elsüllyedtem, úgyhogy ez nem jó szünettevő hely. Nagyon szép idő van ma. Fene se gondolná, hogy holnapra meg eső lesz. Azért rossz az eső, mert ugye az embernek hát vízes lesz mindene nyilván, és akkor bemész a minusz 20 fokba, vagy ha éppen pont megy még a hűtő is, akkor ugye még jobb, mert akkor fújja rád a mínusz 20 fokot. Amúgy, hogyha csak ha éppen nem megy a hűtő, hanem csak úgy simán mínusz 20 fok van, egyáltalán nem gáz. Amennyit benn vagy, annyit meg se érzel. Viszont ha megy a hűtő és fújja a mínusz 22-t, az egy kicsit már necces. Bár ha nincs sok dolgod benne, akkor az se gáz, az se sok. Ha éppen pont átrendezni kell az egész placot, mert már csak a leghátsó sorban van minden, és előtte csak üres van, és átrendezel, és pont fújja egész végig, akkor a végére már azért lefagy az ujjad. Hiába van rajta kesztyű, azért egy bizonyos ideig kitart, de nem végtelenségig. Úgyhogy, ha éppen nagy átrendezésben vagy és fújja, akkor a végére már örülsz, hogy kimész. Szóval az eső, az embernek a talpán ott van a víz, bemegy a mínusz 20-ba, a pakfába pillanatban már csúszik is, úgyhogy jobban kell vigyázni. Persze az emberen ugye a munkavédelmi cipő van,
vagy bakancs, ami arra hivatott azon túl, hogy a lábujjadat védi az acélbetéttel. Manapság már persze nem acélbetét, hanem ilyen különleges műanyag, ami nagyon sok súlyt kibír. Az enyémben is olyan van. Rendes acélbetétes sem talán még nem is volt, mert mindegyikben ez a könnyített, nagyon, nagyon erős anyag van, műanyag. Szóval azon túl, hogy védje a lábujjadat, arra is hivatott, hogy ne csúszson. De azért nyilván jobban csúszik, amikor vizes és bemész és ráfagy, meg behordod a vizet, ugye? Azzal például az üres ládák vizesek, meg alapból szakad az eső. A bentről is hozott ki az üres ládát, tehát nem egy napja ázik, hanem bentről kihozott, mire odaérsz, hogy betolod, addigra megázik, vizes, behordod a vizet a raktérbe, és csúszni fog. Meg összefagynak a ládák, mondjuk az már engem nem érdekel, mert az üres ládában már nincs dolgom, nagyon. Összefagynak. Szóval ez az egy út vezet ide be. Leszakad a hó, hótorlaszom, vagy bármi van. Mondta a hölgy ott az üzletbe, ahova visszük az árut, hogy volt már rá példa, hogy le volt zárva két napig, vagy mit tudom én, meddig az út nem tudtak jönni. Mert ráomlott a félhegy, vagy valami történt, már nem is emlékszem, mit mondott. Úgyhogy előfordul. Itt jó nagy hegy van ám itt fölöttünk, nem tudom megmutatni. Széles látószög, de annyira azért nem széles, hogy itt a közvetlen mellettünk levő nagy hegyet megmutass. Ebből a sétából, amit itt most megejtünk, szerintem nem fogom felvenni az egészet, hanem nem lesz belőle külön videó, vagy legyen? Nem tudom. Mit évül legyek? Lehet, hogy lesz. Jó, akkor most ebben a videóban nem lesz benne a séta, hanem csinálok egy 10 percest, amiben csak a séta van, és akkor az egy külön videó lesz. Ezt majd megnézhetitek máskor. Nem 45 percig videózom, hogy sétálok, hanem csak a leglényegesebb részeket. Az a nagy fehérség most a képen, hogy ránézek, az egy hegy. Csak túl fényes és kiég. Felvételem. Na, most látszik egy kicsit. Itt is azért vannak turisták mindig, szóval itt is mennek túraútvonalak. Ezek a helyek azért ismertek. Tényleg az osztrákok nagyon szeretnek túrázni, szóval idősek is, családok is, minden. Van nagyon sok ember, aki vágja ezeket a túraútvonalakat mindenfele az országba. Mindig mennek valahova túrázni hétvégente. Hétvégén a városok kiürülnek, mindenki valahol túrázik. Persze nem mindenki, de sokan. Ebédelnek egy étterembe, ahol éppen guesthouse-ba, ahol éppen vannak. De ha éppen van a hegytetőn egy hütte, ahol lehet kajálni, akkor ott is lehet. És már meg is érkezünk, ott a templom, oda fogunk felsétálni. Onnan azért elég szép a kilátás. Már csináltam onnan képet, Instagramon megvan. Instagramon fenn van, na most felvesszük. Meg is jöttünk, itt is van focipálya, focipálya mindenhol van. Radmer an der Stube. Hát ezek itt a boltban végtelen kedvesek tényleg.
A tulaj azt hiszem egy férfi, azt még nem is láttam. Van egy nő, aki meg van bízva itt a vezetésével ennek a boltnak. Végtelen kedves, nagyon aranyos nő. És az összes többi alkalmazott, a másik kettő, azt hiszem még két nő van itt alkalmazva. Nagyon kedvesek tényleg. Mondom, kapok kaját, kávét. De most nem szállítok ide ki, hanem először megtartjuk a szünetet, úgyhogy itt félreállok. Ide. Már álltam többször is. Így, és akkor csak beszólok nekik, hogy jövök ám, csak meg kell tartanom a szünetet. Hogy. Végeztem is ezzel a boltocskával. A hajam kicsit már megnőtt, pénteken lesz levágva. Mutatom a portékát, amit szereztem. Kávé. Cukortej nélkül. Szendics. Steirische Langzemmel, ilyet mi is árulunk, ugye, hát ez haubiztos, ez maga haubiztos. Az azt jelenti, hogy hosszú zsömle, tehát ilyen. De hívják úgyis, hogy Getejtezemmel, tehát hogy ilyen két részre van így osztva. Ez nem az a kerek zsömle, hanem ez ilyen hosszúkás. Kaptam bele sonkát, és tormát, ilyen reszelt tormát, ilyen nem krém, hanem ilyen rendes torma. Úgyhogy ezt sikerült kaparintanom, most irány a következő cím. Egy spárüzlet, gyerünk. Megérkezünk a következő címünkre, ebbe a spárüzletbe. Mi is ennek a településnek a neve? Elfelejtettem, mert mindig csak azért van kiírva, maga a boltnak a neve. Landl. Akkor azért minden Landl. Spár. Landmarkt Landl. És sokáig nem csináltam itt sétát, mert nem tudtam, hogy merre lehet, vagy hogyan, vagy van itt egyáltalán valami olyan szép sétalehetőség. Aztán múltkor csináltam itt egy szünetet sétával, és rohadt jó volt. Úgyhogy fogok még majd itt is csinálni, hogyha úgy jön ki. Mert itt bejöttem, ugye a boltnál megálltam, és itt el lehetett sétálni arra egyenesen. Itt is van egy templom oda föl. Hát látjátok, azért nem egy rossz helyesre. Úgyhogy tök jó volt. Itt egy másik kollega úgy látom szünetet tart. Ja, nem szünetet, kipakolt. Aztán lehet, hogy azóta már szüneten van. De szüneten van szerintem. Na, mi meg akkor ide? Ide jöttünk. Ide tolottuk a rámpára, aztán... Hello, szia! Hogy? Ő megmegy. Igazi kamionsofőr kinézetű fickó volt. Spárral meg vagyok, megyünk visszafelé most már, és ráfordulunk Wildalpenre, de nem megyünk el ma Wildalpenig, már ott is ugye készült videó, meg télen is mókás volt ott a helyzet, emlékszem, akkor készült ugye videó. Szóval nem megyünk el Wildalpenig, hanem előtte van egy Wasserloch Schenke nevű hely, ami egy étterem, kávézó, elég jól néz ki, meg elég jó helyen van. Kaptam már ott is kávét. Sőt, mindig kapok, lehet, hogy megint kapok, de nem tudom, már elfogadjam, mert mára sok lesz. Aztán lehet, hogy elfogadom, nem tudom. Ittam is egy kortyot. Itt most bemegyünk jobbra, Wildalpennek. Ez egy nagyon felkapott hely. A vadvízi evezés van itt ezerrel. Itt ez annak a központja. A vadvízi evezésnek mindenféle leállók ilyen vannak itt az út mentén. Így megállnak ilyen transzporterek, kiszáll belőlük 8 ember, meg a csónakjaik, ez itt az a vadvízi evezésről szól ez az egész. Itt folyik ez a jó kis folyó, és ezen lehet jól vadvizezni. Úgyhogy ez a Wasserloch Schenke is, ott is van egy ilyen lejárat a vadvizezéshez, meg le is sétáltam egyszer, csináltam egy short videót, pont ott álltak meg egy ilyen csoport, akik eveztek, pont ott álltak meg, mert ott van egy ilyen kiálló szikla, vagy micsoda, és arról ugráltak be a vízbe. Na, erről csináltam egy short videót, aki nagyon akarja, megkeresheti. Úgyhogy ez egy jó kis hely, nagyon szép helyen van. Most ide megyünk, és nem több, mint kettő, ha jól emlékszem, kettő darab kenyeres ládát viszek ide. Most nem rendeltek sokat, hát ez van. Megemlíteném itt most még nektek,
hogy az új mikrofont megrendeltem, egy vezeték nélküli mikrofont, nem ilyen nagyon drágát, ilyen középkategória, én azt mondanám. Tehát lehet venni 20-30 euróért, lehet venni 200-ért, ez ilyen 80 eurós mikrofon. Holnap, mához képest holnapra megjön, amikor nézitek, akkor szerintem ma. Úgyhogy a következő videóknak más hangja lesz, letesztelem. Ha nem megfelelő, akkor visszaküldöm, aztán majd rendelek egy jobbat, meglátjuk. Minden esetre ez nem meg fog jönni nem sokára, csak akarom mondani, hogy például ez a mikrofon, ez YouTube pénzből lesz megvéve. Úgyhogy igazából magatoknak köszönhetitek a jobb hangminőséget, és én is köszönöm nektek, hogy a YouTube pénzből ezt meg tudom venni, ezt a mikrofont. Ide jövök, itt most így visszafordulok, megfordulok, és úgy fogok letolatni oda a garázshoz. Mert ott van az áru átvétel, illetve oda kell vinnia az árut. Így ide kell letolatni, mondjuk ez a két darab láda, ez igazából, ha nem tolatok le teljesen, az is teljesen mindegy, sőt megállok itt, mert akkor nem kell centizgetni, így jó is lesz. Ezzel is meg vagyunk, kettő láda kenyér kiszállítva. Full kedves ember volt, tulaj egyébként. Azt hiszem, a kollégám azt mesélte, hogy valami mérnök, vagy micsoda, ő tervezte a házát is, és hogy ilyen tök érdekes, ilyen architektúra izé van a belül, meg... Ja, szóval egy ilyen kvalifikált ember. Full kedves volt, kaptam kávét, elfogadtam. A kollégám azt mondta, mindig el kell fogadni a kávét, mert akkor legközelebb nem adnak, vagy nem kérdezik meg. Mindig mindent el kell fogadni, amit adnak. Nem hiába van a mondás, amit adnak, fogadd el, ha ütnek, szaladj el. Úgyhogy... Na most már aztán tényleg visszafele megyünk teljes mértékbe a cég felé, ugye, mert 12.38 van, és nem sok címünk van már hátra. A következő címünk egy sörgyár, de egy ilyen kis helyi sör, egy ilyen nem is gyárnak mondanám, hanem egy kis sörmanufaktúra, ilyen helyi sört csinálnak, gyártanak itt. Több félét, azt hiszem, én még egyikből se ittam, nem vagyok egy nagy sör párti, vagy sör kedvelő, vagy sör szakértő. Úgyhogy ha elém raknák, lehet megkóstolnám, de nem voltam rajta az ügyön, hogy szerezzek ebből a sörből, de így gyártják, az a lényeg, szóval egy ilyen helyi sör. És van itt egy étterem is mellette, de szerintem egybe tartozik, gondolom. Gondolom, hogy egybe tartozik ez a két dolog, de nem biztos egyébként. Na mindegy, az a lényeg, hogy ebbe a sörgyárba lehet inni-enni is, és nem minden, szóval nem egy étterem ez, hanem ilyen a sörhöz lehet kérni ilyen perecet, meg brusetta, meg ilyen egyéb ilyen dolgokat, fánkot. Úgyhogy most oda megyünk, és ha azt kiraktuk, akkor onnan már tényleg nem sok cím van hátra. Megyünk még ugye a kórházba, Shapes-be, meg a Shapes-i villába, meg megyünk még egy ilyen nagy étterembe is, Kártáuze, az a neve, Gamingba. Úgyhogy nyomjuk, menjünk, haladjunk. Közben megeszem, amit kaptam. Amikor a legdurvább fázisában voltam a életmódváltásnak, akkor még a szendvicset se fogadtam el, de hülyeség, mert a kalóriákat kell számolni, figyelni kell a makrókra, fejre, szélhidrát, egy zsömle maximálisan belefér, benne a hús az teljesen jó. Úgyhogy meg ma valószínűleg elmegyek edzeni, mert egy óra, pár címet még megcsinálok, elég időbe végzek, úgyhogy elcsapatok ma edzeni egyet. Megy ma a kollégám is, a Teó, aki reggel a videóban volt. Látod, találkozunk ott vele. Jaj, mindjárt ott vagyunk. Csak hogy újságoljam, hogy még így Ausztriáról egy ilyen kis apró hír, hogy van ez a klímabónusz, amit ugye a drágulások miatt az osztrák állam ad a lakosoknak, mindenkinek, aki be van ide jelentve és itt él. Tehát mindegy az, hogy milyen nemzetiségű, de minden egyes ember, akinek itt van a fő lakcíme, az kap pénzt, minden személy,
Én már megkaptam 220 eurót. Azt hiszem a párom is megkapta, a feleségem, ő is 220-at, és a gyerekünk 110-et. A gyerekek fele annyit kapnak, mint a felnőttek. Tehát kaptunk 440 meg 110, az 560 eurót az államtól. Már a számlánkon van. Már volt ilyen, és még lesz is. Tehát különböző módokon támogat az állam minket, hogy könnyebben elviseljük ezeket a drágulásokat, ugye az üzemanyag, a boltban egyértelműen minden drágább lett, úgyhogy ezt a támogatást már megkaptuk, tök szuper. Nem mindenki ugyanennyit kap, ez attól függ, hogy ki hol lakik. Aki nagyon vidéken lakik, hát mi annak számítunk, így a számítás szerint, azok többet kapnak, aki benne a városban, az kevesebbet, mert az tud tömegközlekedni, és ők kevesebb ilyen támogatást kapnak, ugye ez a bejárásra, üzemanyagra, tehát főleg erre vonatkozik, és ezért a városiak kevesebbet kapnak. Hát mi így jártunk, örülünk neki, mi a maximális megkapható összeget kaptuk, ez a 220, ez a maximális, úgyhogy én is, feleségem is megkapta, a kisfiunk pedig a felét. Úgyhogy csak akartam ezt újságolni így ausztriai kis apró hírnek. Közben megcsináltam a kártaúzét is a sörös után, és össze-vissza két címünk van már csak vissza a Sejpszi kórházban, a kafetéria, a étterem, kávézó és a Sejpszi Billa, ez a kettő van hátra, fél kettő van, nagyon jó időben vagyunk, időben fogok végezni, úgyhogy a konditerem az úgy néz ki, hogy összejön ma. Nekünk most ki kell jönni, sorry. Oh. Oh. Nagyon szar innen kijönni. Okay. És valami lehet kicsit összeborult. Bár nem hiszem, mert jó megvan fogadva, nem az csak. Így ahogy jobbra-balra dülöngélt, így neki dőlt az autó falának. Na mindegy, szóval ez a kettő van hátra. És tök jók vagyunk ma. Közben hívott a főnököm, kérdezte, hogy jövő hét szombaton tudok-e dolgozni. Mondtam, hogy jövő hét szombaton pont nem jó, viszont akkor mondta, hogy na, akkor cserélünk, mert ő van beírva erre a szombatra, én nekem nem jó jövő hét szombat, akkor cserélünk, és akkor az azt jelenti, hogy most szombaton én dolgozok. Ami nem egy teljes munkanap, ugye, hanem csak mit tudom én, 10:30-11-re végzek délelőtt, és nagyon jól van megfizetve a szombat. Duplán van fizetve, úgyhogy tök jó a szombat, meg hát nem is egy vészes dolog, hamar végez az ember, nem sok munka van szombaton, úgyhogy teljesen jó, most szombaton meló, jövő egy szombaton meg otthon. Ez a szombat, ez olyan, hogy nem kötelező igazából. Tehát már olyan szinten kötelező, hogy vagyunk, ahányan vagyunk, és mindenkire ráesik egyszer, de van, aki többször is szívesen csinálja, tehát nem kell mindenkinek, aki nem akarja, annak nem kell igazából, mert
van helyette, aki szívesen csinálja többször is egy hónapban, szóval ez a szombat ez olyan, hogy egyáltalán nem muszáj. Én tök szívesen csinálom, nyilván a pénz se rossz, úgyhogy ennyi, faszasság van. Meg is jöttünk Shapes-be, itt ma már jártunk reggel, emlékeztek. Most átmegyünk egyenesen a körforgalmon. Nem megyünk be jobbra a Billa fele, az új épülő Billa fele. És megyünk a kórházhoz. Hogyha valaki látogató, vagy mit tudom én, akkor itt kell bemenni balra. Hogyha pedig árut hozol a kórházba, akkor egy utcával följebb kell bemenni a gyalog átkelő után egyből balra a kebabos jobbra lesz. Ott van bizony a kebabos. Ő is bemegy, még megálltam a zebrán. Jó. Nem baj, nem akar átmenni senki éppen, ha Istennek. Csak a rendőrbácsi meg ne lássa. Oké. Bejutottunk az utcába. Van egy nagy építkezés. Hát már lehet, hogy lassan végeznek vele, már jó ideje tart. Itt egy kicsit mindig szűkös a hát mindenféle építés, na, építő cégnek az autói, meg ilyen, mi ez, munkagép, meg ilyenek itt mindig állnak. Igen, itt egy jó nagy társasház épült ide a Shapes-nek a központjába. Ha még a szintézától hoznék árut, akkor lehet, hogy hoztam volna már ide valamit. De hát ez már a múlt. És mindjárt ott is vagyunk. A kórházba. Itt még az ember csak gyanútlanul jön. Semmiféle kórházat nem sejt. Aztán egyszer csak hopp! Lieferanten zufahrt Krankenhaus. Sehr gut. Hoppá, itt ki kell szállnom, mert csöngetni kell, és akkor felnyílik a sorompó. Már nem tudom, mi történt a sorompónál, kikapcsolt a kamera magától. Nem tudom. Na mindegy, betaladtam, kiszállítottam, csak azt akarom mondani, hogy tudjátok, hogy ki ez a nadrág? Hát az enyém. Na de kitől kaptam? A Mr. Z-től. Bizony, magának vett a munkás nadrágnak, aztán nagy volt rá, és nekem adta, azóta már rám is nagy, de azért hordom. Mert összefogom a derékszíjjal. Úgyhogy köszi Zoli, fasz a nadrág, hordom. Köszi. Úgyhogy azért nem veszélytelen cég ez a Haubitz, nézzétek meg, kék, zöld vagy. Jó vannak. Utolsó címünkre kanyarodunk rá, a Shapes-i Billa. Bezony. És mennyi? 2 óra van. Hogyha 3 óra 15-ig dolgozok, körülbelül azt hiszem így van valahogy, akkor dolgozok 10 órát, amennyit ugye kell ahhoz, hogy ne legyen se mínusz, se plusz órám. Tehát ha 3 óra 15-nél korábban végzek, akkor kicsit mínusz órát csinálok, hogyha később, akkor meg egy kicsit plusz órát csinálok. Így állunk most. Tök jó időben vagyok, pedig még videóztam is össze-vissza. Szóval nagy királyság van, lesz idő edzeni menni. Ide visszatolatok szépen a rámpára, a Shapes-i Billánál, és itt az a probléma, hogy darazsak vannak, amiktől nagyon félek. Van egy ilyen kis bogárfóbiám nekem, főleg a darazsaktól, gyerekkori trauma, de azért túléltem még eddig. Ja. Oké, és itt vagyunk. Na, skatszerek, meg is vagyunk. Vége a mai napnak, 14 óra 20. Irány vissza a céghez. Innen nagyjából egy ilyen negyed óra. 20 perc maximum. Ugye Shapes, Burgstall, és onnan mindjárt ott is vagyunk a cégnél. Hát ez lett volna a mai napom. Remélem, hogy tetszett. Hagyjatok egy kommentet, hogy tetszett, meg hogy mi legyen még. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Mindenkinek további szép napot kívánok. Sziasztok!